Kedves nézőink, Gábor Csilla, irodalomtörténész, egyetemi tanár a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Az imént egy egészen modern feldolgozását, szinte jazzes feldolgozását hallhattuk egy népköltészeti darabnak, egy népköltészeti alkotásnak, amely hát a földi lét mulandóságáról, az elmúlásról szól, és azt is már elárultam a nézőknek, hogy talán a legfontosabb emberi érzésen, a szeretet, a szerelmen túl ez a témakör az, amely a legtöbb irodalmi alkotást hozta létre. Hogy látja ezt? Igen, így van, és valójában ilyenkor arra szoktunk gondolni, hogy az elmúlásról, a halálról szól a nóta, de ha megfigyeltük éppen a bejátszásnak a szövegét, akkor így ezen gondolkoztam el, hogy voltak éppen újra csak az életnél kötünk ki, hiszen a szöveg arról szólt, hogy igen, ítéletre kell állni, de nem mindegy, hogy hogyan, és az, hogy hogyan kerülünk az ítélőszék elé, az attól függ, hogy hogyan éltük az életünket. Tehát, hogy az elmúlás, az élet és a halál azért nagyon-nagyon szorosan összetartozik. Valóban így van, és visszatérve ahhoz, hogy milyen sok irodalmi munka foglalkozik ezzel, ki szeretném emelni az első nyelvemlékünket, ugye az első magyar nyelven írott teljes szöveg, a Halotti beszéd és könyörgés, amely valamikor a 1190 táján született, és ki ne ismerné ugye annak a híres első mondatát, hogy látjátok feleim szemetekkel, mik vagyunk, bizony por és hamu vagyunk, tehát már az első nyelvemlékünk is ugye ezzel az elmúlással foglalkozik, és azóta hány és hány? Így van, hát erre szoktuk mondani, vagy ilyen keser, édes humorral, iróniával jegyzi meg egy némely irodalomtörténész, hogy hát ez úgy jellemző ránk a mi pesszimizmusunkra, hogy lám az első nyelvemlékünk is a halálról, az elmúlásról szól, meg az első versünk is a szenvedésről és hát az Isten fiának a halálra meneteléről, de én ezek kapcsán is vissza kell, hogy térjek az eredeti gondolathoz, hogy igen, de az élet kerül ezek kapcsán középpontba, mert az evilági életben elkövetett bűn, elkövetett rossz az, aminek következménye a halál. Tehát a szövegek valójában mindig a felelős életre és a felelős életvitelre helyezik a hangsúlyt, és nem akarom azt mondani, hogy figyelmeztetnek, de valahol mégis ott van benne. Valahol mindenképpen figyelmeztetnek, persze. Úgy érkezett hozzánk a stúdióba, hogy már annak előtte végzett egy bizonyos válogatást, tehát olyan szövegeket ajánl a nézőink figyelmébe, amelyek nem feltétlenül közismertek ebben a bizonyos témakörben, amelyről ma beszélünk, hiszen vannak nagyon-nagyon közismert verseink, hogy hát nem is tudom, mit említsek, Kányádi Sándornak a Halottak napja Bécsben, vagy Kosztolányi... Sárga Kankalin. Igen, vagy ugye a Kosztolányi verset, vagy tehát vannak nagyon, illetve az általunk bejátszott áprili verset a Tavasz a házsongárdi temetőben, de vannak kevésbé ismert irodalmi alkotásaink is. Vajon hol is kezdjük? Hát ha már a Halotti beszédről esett szó, akkor az én ajánlatom az, hogy folytassuk itt. A Halotti beszédnek a 20. századi, hát ilyen utánírásai közül, ugye a Kosztolányét már emlegettük, lehetne hivatkozni Márai Sándornak a Halotti beszédére. Nekem van egy ilyen groteszk kedvencem, ami még középiskolai tanulmányaimhoz kötődik. Ezt egy felvidéki költő írta, Zs. Nagy Lajos a költőnek a neve, a vers címe pedig Isapúr panasza. Tehát ez ebből már úgy lehet sejteni, hogy eljátszik ő ennek a régi szövegnek igazából inkább a zenéjével, mint a tartalmával. Mert hogy a bizony mert por és hamu vagyunk, az eredetileg ugye úgy szólt, hogy is a pur és hamu vagymuk, és akkor igen. Ő kreált egy ilyen
isapurt, aki gyakorlatilag egy személy. Egy személy, így van, aki bemutatkozik, mert a szöveg így indul, tehát folyamatos a párbeszéd az eredeti halotti beszéddel, hogy látjátok, feleim, isapur lettem, csontvázistenfi korhat kereszten, csörömpölök feketedetten, kiszikkadt aggyal eltemetetlen. Tehát a kicsit azonosítja magát azzal a halottal, aki fölött az eredeti halotti beszéd elhangzott, kicsit játszik is vele, és kicsit átemeli a szöveget a kortárs vagy a modern közegbe, amikor megszólal egyes szám első személyben ez a réges-régi halott. És hát itt együtt vagy össze tud találkozni az archaikus réteg a teljesen kortársival, elegészen odáig, hogy van egy ilyen sor, vagy két sor a versben, hogy az a kősír, amelybe Krisztust temették, be nem fogad ma Zsényi Leventét, mert hogy riporter, mert hogy megírnás, minden dekadens költő siratná. Tehát, hogy tényleg egy kicsit benne van a halállal való szembenézésnek, vagy a halál szembenevetésének a gesztusa, ami miatt nekem ez a vers olyan érdekesen kedves. Ha már a párhuzamoknál tartunk, a figyelmembe ajánlotta ugye a barokk költészetben nagyon divatozó, ilyen halotti verseket, a négy végső dologról nagyon sokan írtak, többet között Nyéki Vörös Mátyás, és miközben erről olvasgattam, akkor találtam utalást arra, hogy egy másik kortárs költőnk, Borbé Szilárd éppen ezekből kiindulva alkotott meg egy egész kötetnyi verset, amely ugyancsak a négy végső dologról van szó. De hát halljuk először, hogy az eredeti barokk költészetben miről is szólt ez a négy végső dolog. Igen, talán mondanám, hogy mi az a négy végső dolog, hát a halál, az ítélet, a pokol és a mennyország, és még azt is el kell mondanom, hogy ennek a gyökerei mélyen a középkorba nyúlnak vissza, és megint csak az életnek és a halálnak a szoros kapcsolatáról beszélnek, hogy attól függ a halálomnak a minősége, attól függ a halál utáni sorsa az embernek, hogy milyen volt az élete. Ez a négy végső dolog költészet, ez egy ilyen dramatikus költészet valójában, mert az egésznek a szcenikája úgy néz ki, hogy az élet, illetve a test és a lélek az ember halála után szembe kerül egymással, szembenéznek és értékelik, hogy mi is történt, és hát többnyire ennek a négy végső dolog költészetnek kárhozatra menendő személyek, vagy test és lélek a szereplője. És hát a párbeszéd az körülbelül úgy zajlik, hogy a test mondja a léleknek, hogy hát te vagy az isteni eredetű, a halhatatlan, miért nem vigyáztál jobban, miért engedted, hogy én bűnöket kövessek el, amire a lélek azt válaszolja, hogy hát én eleget figyelmeztettelek, és nem hallgattál rá. Tehát ezen a szinten zajlik a párbeszéd, és majd Szent Bernát, aki mondjuk a jó halál, az Isten is halál egyik jeles középkori, hogy is mondjam, teoretikusan, ő végignézi ezt a beszélgetést, és azután kiértékeli a dolgokat, hogy tessék tanulni ebből, és úgy élni, hogy aztán ne legyen okefféle vetélkedésre a halál után. Ez nagyon érdekesen hangzik, és hát akkor befejezésül én arra szeretném megkérni, hogy azt a bizonyos Babits versikét, amelyet kevésbé ismernek, azt olvassuk fel a nézőknek, és legyen az a végszavunk. Igen, Babitsnak a Nyugat 1912-es számában jelent meg egy líra, kalendárium, mese, vers, kabbala című verse, ami valójában egy 13 strófából álló kis ilyen naptár, vagy hát minden hónapból kiemeli az arra a hónapra esedékes ünnepet, és hát a 11. az stílszerűen a minden szentekre összpontosít. Olvassam fel ezt a strófát? Minden szentek hideg ősz, bolyg a szellem fázva, fázó népség temetőz, sírokon gyertyázva. Jaj, az év temető, minden nap egy holt, minden napra minden éj ráírja, hogy volt.
szándékosan skandáltam ilyen óvodás stílusban, mert érzékeltetni akartam azt a kettősséget ismét, amivel Babits eljátszik, hogy itt az elmúlásnak, a novemberi elmúlás illatnak a komolyságát feloldja ezzel a tánc ritmussal, meg olyan igazán babicsos módon a tiszta keresztrímekből kibandzsítanak a félrímek, és hát ezzel eljátsza, elgyászolja az őszt. Azt, amit el kell gyászolni. Amit el kell engedni. Nagyon szépen köszönöm, Gábor Csilla, remélem, hogy a nézőknek is örömet szereztünk ezekkel a versorokkal, amelyek nem annyira közismertek. Köszönöm, hogy itt járt nálunk. Köszönöm a figyelmet.